Ma kivételesen nem egy pajtába jöttünk, hanem egy pavilonba. Sziasztok, Pár Julcsi vagyok, és ez itt a Pajta Vlog. Komáromból, a Tiszti Pavilonból jelentkezem, méghozzá egy nagyon izgalmas koncertről. Fogok most egy kicsit tudósítani nektek. Határtalan világzene. Ez a koncertünk címe, ahol három nagyon izgalmas produkció találkozása fog megszületni hamarosan a színpadon. Tartsatok velem! Itt mögöttem a színpad már koncertindulásra készen áll, a hangszerek felpakolva, hangbeállás megtörtént. Három produkciót említettem. Elsőként Balogh Kálmán és Szabó Dániel címbalom duója fog felcsendülni, majd a Lakatos Róbert vezette Essencia zenekar fog muzsikálni, és időnként közbetűzve az én legfrissebb új projektem, az új énekvártett fog muzsikálni. Reméljük, a komáromi közönség nagyon fogja szeretni, mert hogy majdnem ugyanezt a koncertet egy-egy kis változtatással holnap a Fonó Budai Zeneházban, holnap után pedig Szabadkán fogjuk elmuzsikálni. Kálmán, milyen műsorral készültél mára? Tulajdonképpen ez egy nagyon szép közös koncert lesz, és a Szabó Dániel barátommal, vagy tanítványommal, most már kollégám és művész és doktorandusz, ugyanazon az iskolán nőttünk föl, tehát ő is tanult a Targányi Tóth Ida címbalom iskolában, meg én is. És mondtam neki, hogy van ott egy nagyon szép kis összeállítás régi magyar táncokkal, hogy ezt nézze át, tanulja meg, lekísérjük egymást, plusz hozzáteszünk a végén egy improvizatív részt, amiben szinte az összes jelenlévő muzsikus be fog tudni szállni. Tehát egy nagyon jó kis alkalom. Végülis ott van a régi magyar hangulat, ezek a táncok tényleg jellegzetesen magyarok, de azáltal, hogy két címbalmon szól, és nagyon ritmikusan játszuk, azon kívül lesz az improvizatív rész, egy teljesen új arcát mutatjuk meg ennek a zenének. Úgyhogy én nagyon izgalmasnak találom, most a próbákon, ahogy játszottuk, direkt egy üde jó érzés, hogy egy ilyen friss dolgot játszunk, és persze az Essenciának a műsorát is játszuk, ami egy már régebbi műsorunk. Mit gondolsz, hogy neked egyrészt milyen művészként egy másik címbalmossal együtt dúozni, tehát ez nem egy annyira szokványos hangszerpárosítás, mondjuk így címbalom terén, más hangszernél sokkal inkább, többször talán így előfordul, és milyen az, amikor így zenekari funkcióban töltesz be címbalmos szerepet? Ugye az Essencia produkció azért egy különleges helyzet, mert itt a címbalom is egy olyan szólista hangszerként van kezelve, hogy nem csak azt jelenti, hogy én kísérek folyamatosan. Ugye vannak olyan népi zenekarok, vagy régen a cigány zenekar van, ahol a címbalom végül is egy kísérő funkciót tölt be, az egy teljesen más világ, ugye? De itt az Essenciában itt egyenrangú hangszerekkel találkozunk, és hol kísérünk, hol szólózunk, hol kiállunk, tehát hagyunk teret a másiknak. A címbalom duó az valóban ritka dolog, és ott megint csak ez a szabadság érvényesül, és persze nagyon kell vigyázni arra, hogy egyszerre ne játszunk túl sok hangot ugyanott. Tehát az érthetetlenné teszi a zenét. Nagyon jó, hogyha szét tudjuk választani, tehát egy pillanatnyi hirtelen hangszerelésre szükség van. Ugye azért improvizálunk a Danival, én figyelem, és ő is figyeli, hogy mikor mi szól, tehát ahhoz alkalmazkodunk. Az a legnehezebb, hogy tudni kell kevésnek lenni. Arra kell vigyázni, hogy keveset játszunk, megfelelő legyen, hangulatában illeszkedjen, nagyon izgalmas dolog. Nagyon szeretem, ugye Lukács Miklós kollégámmal nagyon sokat muzsikáltunk mi együtt így duóban. Danival most tulajdonképpen az igaziból ez az első alkalom, hogy így egyszerre hirtelen improvizatív módon játszunk. Úgyhogy szerintem nagyon jó lesz, én már most élveztem a próbákat, úgyhogy ennyi a különbség. Na, hát akkor jó koncertet neked és nekünk. Köszönöm, nagyon sokat. Szilvi, te rengeteg műfajban kipróbáltad már magadat, de valahol mindig az origó a népzene, meg a népzenei ihletésű világzene. Hogy érzed magadat, milyen neked mondjuk így pont az Essencia zenekarral énekelni? Hát nagyon izgalmas, különben nem lennék itt. És pont az a legjobb, hogy a népzenék mellett kilépünk, hol a kicsit a könnyű zene a jazz irányába, hol a komoly zenei vizekre, és egy kicsit más stílusban, más hangképzéssel, más attitűddel lehet megszólalni, de mégis ott marad a népzenének a jófajta
egyszerűsége és azok az értékek, amit ez hordoz. Az eszenciának szerintem az is egy ilyen nagyon markáns erőssége, hogy van egy ilyen erős dinamizmus ebben a muzsikában, nem? Abszolút, teljesen, bár nekem jutnak nagyon, nagyon finom lírai dalok is, mint mondjuk a Grecsó költemény. De való igaz, hogy ez minden dalban megjelenik egyébként, még ebben a líraiban is van olyan visszatérő igen. rész, ami ilyen nagyon-nagyon dinamikus és erőteljes. Igen, holnap egyébként az Eszencia zenekarral én fogok énekelni, és ez egy ilyen nagyon kiváltságos lehetőség, hogy tőled is hallom ezeket a dalokat, és közben pedig én is valahogy átszűröm magamon. Közben én éneklem közben, a te szerzeményedet. Igen, tehát, hogy az egésznek van egy ilyen nagyon jó kis összeszövetelődése, én ezt nagyon élvezem. Meg is érkeztem a Fonó Budai Zeneházba, a Határtalan Világzene koncert sorozat második állomására. Én ma az Eszencia zenekar vendégénekese leszek, de Kubinyi Julcsi is fog ma énekelni, méghozzá Cimber Ferenccel és Szabó Dániellel, egy cimbalom duóval. Meg is nézem, hogy most éppen mi a helyzet odabent. Hello, Julcsi! Szia! Mindjárt koncert! Hát tudom, csak kiszaladtam. Milyen volt a tegnapi? Jaj, szuper volt, nagyon jó volt, rengetegen voltak a Tiszti Pavilonban, és nagyon cuki értő közönség volt. Áva tapsa végén, szóval teljesen megkönnyeztük a végét mi is. Na és, hogy állsz a mai nappal? Izgatottan várom. Ugye két cimbalmossal, a Ferivel meg a Danival játszunk. Moldvai dallamokat, egy kis Nyitra megyei dudás dallamok. Vadi új anyag egyébként. Hát ezek a dallamokat, ezeket sokszor éneklem, vagy sokat éneklem, régebben énekeltem inkább, de nekem nagyon kedvesek. És így két cimbalommal egészen más hangulatokat tudnak hozzátenni, úgyhogy szeretem. Viszont gyorsan át kéne öltöznünk. Ajaj. Van egy tuti tippem. Na, mehetünk? Menjünk. Érik, érik a cseresznye gondoradik, a levele jaj. Menni jobban gondoradik, annál jobban csukrosodik, jaj. Most vagyunk túl a második Öröm a zene, Határtalan Világzene koncerten, és itt van mellettem Lakatos Róbert, az Eszencia produkció prímása, vezetője, zeneszerzője. Hogy érezted magad, Robi? Én nagyon jól, imádok zenélni, ilyen jó zenészekkel és ilyen kitűnő énekesekkel mindig öröm. Öröm a zene, öröm. Nagyon-nagyon jó volt. Ott a helyben születik meg a élet, ott születik meg a maga a lelke a zenének. Tegnap teljesen más közegbe játszottunk, más környezetbe, más visszajelzéseket kaptunk a nézőktől. Ma teljesen más volt, de nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, más volt. Nagyon jó volt tegnap is, meg ma is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy én tudom magamról, hogy nekem mennyire fontos az, hogy kapcsolódni tudjak a közönséggel, és lássam az arcokat, lássam az ő reakcióikat. Neked is nagyon fontos ez? Annyira nem, mert én általában csukott szemben muzsikálok, úgyhogy nem de azért figyel. Így a kis érzékszerveiddel azért érzékeled őket. Én túlmentem egy ilyen folyamaton, amikor ilyen fiatalabb voltam, és elkezdtem muzsikálni, és akkor tánccsoportnak muzsikáltunk, mint kísérő zenekar, és akkor mindig kaptam egy lecseszést, hogy mindig nézegettem az embereket a nézőtérén, ki van ott, és most már kicsit átalakult a dolog, de... Igen, ne, lehet, hogy nem is kell annyira törődni velük, de mint inspiráció mindig nagyon jó a közönségből meríteni. Én érzem az energiát, hogy hat rájuk, szóval inspiráló. Igen. Ha ember visszakapja azt, hogy ő valamit gondol a zenéről, és az a gondolat visszajön a nézőtől, úgyhogy ez nagyon jó. Igen, holnap, hát most nagyon vérzik a szívem, de nélkülem folytatjátok Szabadkán. Ugyanígy Eszencia és Kubinyi Julcsi a cimbalom duójával, igaz? Így van. Várjuk a következő koncertot. Szerintem
más mondjuk itt Magyarországon muzsikán, és más kőhomba. Határon túlan, igen. Tegnap láttad azt, igen. Azt a erőt, azt a örömöt, mert minden, ahogy beszélgetünk, minden, aki jött tegnapi koncertre, ő jól akarta magát érezni, ő tudta, hogy egy fantasztikus koncertet fog kapni, és szerintem holnap ugyanez lesz. Holnap akkor Kubinyi Júlcsi folytatja a vlogolást, én pedig elköszönök ebből a fejezetből. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Szabadkán, elérkeztünk az Öröm a Zene koncert harmadik állomásához. A Szabadkai Népkör székházában vagyunk, megkeresem a zenésztársakat. Bocsánat, hogy megzavarom itt a nagy művet. Cimbalmosok cimbalomverő nélkül a koncert után. Hogy tetszett az Öröm a Zene koncertsorozat? Végre együtt játszhattam a Ferivel, és veled, Júlcsi, mert mi soha nem dolgoztunk együtt, és végre van egy ilyen különleges projekt, amikor a két szimbólum ilyen egymásra figyelve így megszólal. Szóval én nagyon és nem csak két szimbólum volt, hanem ugye a Kálmán részéről három is. Hát igen, igen. Nekem nagyobb öröm volt az, hogy így hárman együtt voltunk a mesterünkkel ma este és tegnap is a színpadon. Hát Danival ugye mi gyakorlatilag egy alma materből érkeztünk Kálmán szárnyai alá. Cimbalom nagyon sok oldalú hangszer. Van nehézség abban, amikor két cimbalmos együtt játszik? Miket kell összehangolni? Hát szerintem nincs nehézség, hogy főleg az, hogy tényleg egy helyről jöttünk, szóval ugyanazokból a zenékből építkezünk, így a Ferivel, és hát szerintem a legfontosabb az egymásra figyelés. Rengeteg apró lehetőség van ebbe a cimbalom dolgozásba, egyébként mi is most kezdjük ezt így megtapasztalni ennek kapcsán, hogy elkezdhetjük így a közös munkát. Holott régen csináltunk már cimbalom dolgo koncertet, de hát az szerintem több mint 10 éve volt már Debrecenben, talán ha jól emlékszem. Úgyhogy folyamatosan jönnek elő az újabb és újabb ilyen kis apró dolgok, ami nagyon változatosan és izgalmasra tudja tenni így együttzenélést. Akár hogyha uniszonóban játszunk, vagy váltogatjuk. De hát improvizálunk, ugye, és ez a színpadon születik meg ez a zene, úgyhogy már ez egy ilyen öröm, hogy nincs megírva, nem csak kimegyünk, és akkor ott megszületik. Jártunk Komáromban, Budapesten és Szabadkán. Megszólítottunk zenészeket, de most egy egészen más perspektívából, mégpedig a kamera mögül kérdezem Szilasi Barnitól, hogy neked hogy tetszett a három koncert? Egy egészen különleges élmény volt nekem. Volt szerencsém mind a hárman ott lenni. Igaz, hogy a kamera másik oldalán, de ez nem gátolt meg abban, hogy élvezhessem a koncertet és leüljek kicsit én is. Egészen fantasztikus, de talán azt emelném ki, hogy egyszerűen minden koncerten egy picit máshogy játszátok, egy kicsit máshogy játszatok a hangszereken, és ez mindegyiket kifejezetten személyessé teszi, úgyhogy szerintem egy hatalmas élmény. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok és végig kísértetek minket mindhárom állomáson. Találkozzunk még sok-sok koncerten. Sziasztok!